Kiskörösváros képviselőtestülete november 27-i ülésén megválasztotta a Köröskom és a Körösszol Kft. Új felügyelőbizottságának tagjait. A Köröskom Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft., így az felügyelőbizottság, illetve az ügyvezető megválasztása a képviselőtestület hatásköre. A jelenlegi felügyelőbizottság 5 évre került megválasztásra még 2019-ben, 2024. december 1-ig. December 1-től új felügyelőbizottság megválasztása szükséges, szintén 5 év határozott időtartamra díjazás nélkül. Kudron Tamás, Barkóczi László és Pető Attila képviselő úr kerülne most megválasztásra. Domonyi László polgármester megköszönte az eddigi felügyelőbizottság tagjainak munkáját, majd elmondta, hogy 2025. január 1-től új ügyvezető igazgató váltja Séfer Tamást a Köröskom és a Körösszol Kft. Élén, Szabó István személyében. Kiskörösi lakos vagyok, a szüleim, nagyszüleim mindannyian Kiskörösön éltek vagy élnek a mai napig. Iskolába, általános iskolába ide jártunk Kiskörösre, Vasvári, majd Bem József általános iskolába, aztán Kecskemétre középiskolai tanulmányaimat már ott folytattam. Ott közgazdaság és marketing szakon tanultam és érettségiztem, majd fordultam egy hatalmasat világ és a mérnök pályát választottam. Budapesten a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerkezetépítő mérnöki alapképzés diplomát szereztem, majd a Pécsi Tudományegyetemen mesterképzésre jártam, és ott mesterképzéses MSC diplomám van szerkezet építőmérnöki szakon. A munkatapasztalatom először Kiskörösön egy generál kivitelező cégnél kezdtem el dolgozni, ahol először művezetőként, majd építésvezetőként, későbbiekben pedig az ügyvezetést segítve dolgoztam 9 és fél évig, majd utána Kiskunhalasra kerültem egy nagyobb generál kivitelező céghez, ahol először építésvezetői feladatokat, majd utána műszaki igazgatói feladatokat láttam el. Szabó István, aki Kiskunhalasról tért haza, hogy munkájával szülővárosát erősítse, már hetek óta ismerkedik a Köröskom és a Körösszol Kft. Munkájával. Most még december 31-ig Séfer Tamás ügyvezető igazgató úr szárnyai alatt szépen azt gondolom, hogy egy jó átmenetet adtunk arra, hogy István átvehesse azt a sok mindent, ami egy ilyen óriási munkával jár. Ebben Séfer Tamás nagyon korrekten és segítőkészen áll hozzá a mai napig is, és az egész koncepciót vele együtt alkottuk így meg, hogy ne idegenként, váratlanul kelljen egy ügyvezető igazgatónak beülni egy egyébként bonyolult üzemvezetésének a székébe. A képviselőtestület egyhangú szavazással választotta meg a Köröskom és a Körösszol Kft. Új felügyelőbizottságának tagjait. A következő 5 évben Barkóczi László, Kudron Tamás és Pető Attila képviselők ingyenesen látják el a felügyelőbizottság feladatait.